Üdvözlünk újra minden kedves Magyar Esport TV nézőt és hallgatót. Elkezdődik a következő alsóági mérkőzésünk. Repülünk egy picikét. Méghozzá egy elnöki osztályra, ugye? így van, pontosan. Az elnöki gép lesz a következő pálya. Kommentátorok továbbra is egyébként. Jobbra mellettem Roberto, nektek balra. Bondedi. Állítólag. Csontos a puci. Na jó. Ugye ez egy alsóági mérkőzés továbbra is. Lyon, illetve az Always Willow között. Így van. Így igaz. Lássuk az operátorokat. És lássuk azt, hogy tovább jut-e a címvédő csapat, az Always Willow csapata. Mert eddig nem muzsgál túl jól. Az első vereség után azért összekapták magukat, ugye a GameStar ellen említette is Sirius, hogy róluk tudja, hogy nagyon erős csapat, sőt azt is mondta, hogy látja az esélyt, hogy ők meg is nyerik majd az egészet. Na, az igen. Fő a magabiztosság. Ó, és megjelentek a hasznos operátorok egyébként a játékban. Itt van Jäger és lerakta az Active Defense Systemet, ugye az ADS-t. Ennek a feladata az a játékban, hogy eliminálja a beérkező gránátokat és egyéb mondjuk a fuse-nak a kis beérkező kis robbanószereit. A drónokat nem kapja el, de minden más ehhez hasonló dolgot, igen, ami sebzést tud magában hordozni. Nagyon fontos eszköz. A tacsankát azt továbbra is megkérdőjelezem hasznosságát, főleg itt a repülős pályán, de a többiek is egészen korrekt operátorokat választottak. A Mute is jól fog jönni majd itt. Ne viccelj, Zsuzsi atya ezzel a karakterrel hozta. Oda néz, és megindulnak azonnal a playonosok megindulnak. Találkoznak azonnal egy reinforcolt ajtóval. Tehát azonnal likvidálják egy gránáttal, vagy nem. Na még egyszer? Nem vagyok benne biztos, hogy az jó lesz. És nem bizony, egyáltalán nem lett az ott jó. Az a be kell robbantani, csak vigyázzuk kell, hogy a lábukat ellőjék. Már a füst az egy jó döntés. Most az be kell robbantani mindenképpen egy bridge charge-al. És kell lábukat próbálják ellőni. A védők láthatjátok, hogy Sirius nagyon-nagyon cseles. Nézd meg, Robi! Ott vannak a lábacskák, de nem veszi észre most. Igen, és ugye alulról látja majd az operátorokat, az ellenfel operátorait, és akár le is sebezheti őket pontosan. Ott egy kis lábikó. Á, be lett robbantva végül, túl sokat várt Sirius. Ó, de szép! És Laci a tacsankával ott húzza az időt, míg Sirius oldalba lő mindenki. Ezt így kell csinálni, a crossfire tökéletes volt, nagyon jól kitalálták ezt, nyilván ez az is Sirius! Kellett, hogy megállíthatatlanok, és Sirius! Ott harmadik ki egy gyors hármas Siriustól. Ez igen. Plusz egy assist. Ez igen. Maradt egy árva Blackbeardünk. Discfunk. És ő is most vette még csak ezt, hogy esetünk vagyok, ide hallottam. Jaj, hát 1v4, lássuk, hogy hogy fog boldogulni. Az egy reinforcolt fal, ott nem kopogtathat, vagy kopogtathat, de nem engedik be biztosan. Hát azt viszont igen, ki kell robbantani, de hát már Kaveri nagyon cselesen nézi, hogy ellövje az ellenfél lábát, lövi a lábát shotgunnal. Hát ilyenkor ez nem a legjobb váltás, de nem válasz a kérdés, most Goodnight végül a P90-nel lövi el. Kihelyesbítenék Pro 90-nel. A Pro 90-nel, mondjuk ebben a játékban kifejezetten gyengére sikerült ez a fegyver. Gyönyörű szép falon keresztül, ahogy kell. Szép védekezés, és itt ki kell emelni Siriusnak a játékát. Meg hát Lacinak, hogy a tacsankával. Köszönöm, hogy volt az elképzelés, az, ahogy Crossfire-be, ugye, mondjuk mi van, ha másik lépcső jönnek fel, nyilván akkor ott lett volna egy ugyanilyen hasonló felállás, de Crossfire maga az, amit kitaláltak, hogyha az egyikre rákoncentrálnak, és ugye ezt meg kell tanulni, hogy egyet nem lehet. Ide hallottam egyébként, hogy Laci teljesen beleélte magát a szituáció. Jelen igen, gyertek, csak ennyit hallottam onnan a játéktérről. És jöttek. Ez és volt a jöttek, szerencsé. Mint az állat. Mindenki vájúhoz, mondja a Rook. Lerakta a földre az armorokat. És a bomba az már meg is van egyébként. Az Always Reload-osoknak. Miről beszélek? Igen, most ugye ők támadnak. Igen. Mert itt nem úgy, itt oda-vissza váltogatjuk ugye az attack defense köröket.
Kíváncsi, hogy te nagyon-nagyon szűk pályáról beszélünk. Így alapvetően nagyon szűk pályáról beszélünk, de itt egy nagyon jó választás a Glass, majd most láthatjuk is, amit leszpannolnak a támadó játékosok. Nagyon-nagyon jó tud lenni a Glass, mert az egyetlen operátor, ami át tud lőni a repülőnek az ablakain, és halálos sebzést tud azzal osztani. Tehát, hogyha ez jól ki van használva a Glassnak, ez a tulajdonsága, hát már pedig nem itt kéne ezt kihasználni, akkor nagyon komoly kárt tud tenni az ellenfél csapatába, hogyha ott helyezkednének el a fönti részen. De igazából ugye lentre jöttek, ami a legalapabb védőhelyszín, na mindenki felszett az összes rukarmort, tehát itt lent senkit nem fog valószínűleg előni az a Glasszal, és el is hullott már egy sledge. Montagne vezeti a sort. Nagyon jó, egyfajta laptox, de nagyon effektív. És mögötte sorakoznak, úr, pajzs a pajzs után, sorba! Na ezt próbált meg átlőni, ugye? Hát ezt nem lövöd át. És? De hát most igazából egy gránát az, vagy egy széné nem lenne kellemes. Good like-éknak mennek be, két három pajzsal, mondjuk azt, hogy két és fél. Mennek előre, eddig nem működik. Sirius hátba lesz most lőve kegyetlenül. Hát volt elképzelés, ó, Glass! Mégiscsak fregel! Ó, de hátba lövi őt, gyalos! Meg egy TK is! Kaveri volt most az ellenfél legjobb ember, az az igazság. Az, igen, ez pontosan így történt. Így viszont kiegyenlít a play-on. Lássuk az operátorokat. Támadóbot, megint egy Blackbeard, a Fuse, a Sledge, a Thermite és a Buck. Ezek azt mondom, hogy ezek egészen jó választások ezen az oldalon. A Buck az főleg akkor, hogyha mondjuk a csapóajtókat, ugye a trapdoorokat nem reinforce-felek, tehát nem erősítik meg a védőjátékosok. És hát Laci az tacsanka. Egyszer működött, akkor megint fognám, hát na. De most nem mehetnek ugyanoda, ahol az előbb, de viszont mehetnek le. És tacsankával talán Laci meg is tarthatná a fő lépcsőt. Igen, már meg is van az ellenfél játék, és a támadó csapatnak, hogy hol van a két bomba. Ilyenkor egyébként a legtöbb játékos elrejti a drónját, amint megvan a bomba, jó, oké, és elrejtem a drónomat, és nem keltek vele feltűnés. A játék későbbi szakaszában jól fogadni jönni, elrejtik olyan helyekre, ahol nem találod meg, tehát itt a dobozok tetejére, bejelzekbe, a tányérokba. Például a házas pályán, a house-on be lehet bújni vele a mosógépbe, és akkor benn vagy a dobjában, és akkor szaladálnak előtt az emberek, látod őket. A pizsamának a felvétel az továbbra sem sikerült mindenkinek. Hoppá! Igen, most nem mindenki vette fel még a rúkarmor, még egy kicsi késedelem van a frost csapdákkal is. Még van még egy Welcome Matt nevezetű, azaz ilyen üdvözlő szőnyeg, szó szerinti lefordításban, de egyébként meg lábtörlő akar ez lenni, ez a Welcome Matt, amit lerak a Frost, ez a neve. Ugye ez egy óriás nagy medve csapda. Na, egy kis drónozás még Janostól. Hopp, figyelj, Laci meglátja, Laci nem tudja lerakni az LMG-t, és amúgy most Lacit nagyon durván meg lehetne lepni. Ha most Nyalos bemenne, kilőtt a Nyalosnak a drónját. Nyalos be fog menni azzal a Buckkal, és Laci azt teljesen áll a vörökben, jönnek, ide hallom. Ennyi volt az a tacsanka. Egy fejlövés. LMG-t egyáltalán nem tudta kihasználni. Hú, az a gránát az jó lett volna egyébként, de azonnal elfutott onnan Disfunk. Good Like, Covery és Sirius trióján maradtak. Covery és Good Like pedig ugye a bombán, és amúgyosan Gyalos és Zozo lepheti majd meg őket. Sirius ugye B bombát próbálja Zozo védeni, de ott nem lesz ellenfél. Hát 4v2-t kéne hozni. Ami én akár meg is történhet. Egyébként ő nagyon jól játszik. 4v2-ből 2v3. Goodlike-nak kell kitartani, ott van nagyon... 2v2? Shotgunnal és ilyen szűk folyosókon tökéletes választás. Az a shotgun. Covery bevédi az ő részét. Hát most mindenki véd egy-egy bombát. Kimaradt Hoffman. Hoffman, Sirius mögött van egyébként, Sirius azt meg fogja ölni azonnal, így van, és megvan neki, a társak is segítettek, és egy egyvéd szituáció,
Frost és Sledge között, és Frost hátba lövi, nem figyelt Hoffman! Kaveri kijavította az előző hibáját. Így van, így van. Egy nem annyira lehozható körben a TK-ját kijavította egy abszolút körértékű Fraggel. Sőt, igazából hát ez egy hármas volt. Három kilt hozott ebben a körben. Főleg szép így. Sirius-a jól összerakták meg a dolgot. Igen, úgyhogy 2-1-re vezet a Nokedli szaggat. Bocsánat, ők nem azok. Ők az Always Zero. Már ilyen késő jó órákban már könyvszer... Youtuber, na. Itt éppen ránéztem a chatre, és volt egy nagyon jó alternatív megnevezése a Nokedliknek. Hokedlik. És annyira elbűvölt, hogy a fejem ragadt. Galuska metélők. Szinonimákkal. Mint a csak Zsozét hallanám. Túl sokáig hallgattam az előbb veled az interjút, biztosan azért. Egyébként lehetetlen komoly interjút csinálni Zsozéval. Challenge accepted? Igen. Örödnek a Rainforce-ok közben. Szépen Matyinyó Kessel-el rakja föl még a Rainforce-okat, majd a saját Kessel Rainforce-ait nem használta fel, ugye Arbor panelből még van 3x3. A Disc Funk-nak romolnia kell majd mindenképp ez a pult, és folyamatosan infóz a társaknak, hogy merre dobban az a szív, és nézd meg milyen okosak voltak. Most utat nyitottak B és A között, már amennyire kellett a Leon játékosok. Láthatjátok, itt van egy óriási nagy lyuk, erre azért van szükség, hogyha be tudnak menni ára az ellenfél játékosok, akkor ne történhessen meg azt, hogy teljesen kiszorulnak. Ó, oh, good night, te jó ég, mit csináltad a pisztolyal, Hoffman lövi ki? Hát ellenük nem működik ugyanaz, amit Sirius csinált. Erre már készültek, és nézd meg Covery, a glánccal, amiről beszéltem. Hogyha ha látná, ha észrevenne az embereket az ablakba, el tudná őket lőni. Egy kicsit balra, ott vannak az emberek, és meg fog látni most szerintem valakit, hogy a figyel Covery. Ott még a fegyvere csöve is kilógott. Ott van pedig, csak nem jó, Helen kapizsgál egyébként. Op, ott egy ember, most biztosan meg kellett lássa az ember. Nem, nagyon nem. Covery, please. Most azt hiszem leesik egyébként. Figyelj, igen, tudhatod, hogy neki például milyen grafikai beállítással játszan, a könnyen lehet, hogy eltévesztette. Mi neki nincsen VH-juk, úgy nem mondjuk. Igen, ez egy kicsit előnyben vagyunk. Nem, egyébként azért ez tud látszódni, hogyha az ablak előtt mászkálnak az ellenfél játékos. Ó, Frosttal nyalos! Nagyon jó kis shoot holt lőtt oda magának, és el tudta lőni az ellenfél játékos. Hát nézd meg, teljesen megverette Lacit. Nem számított arra Laci, hogy amikor megy le, közeföldről fogják ott elődni. Az viszont az S-nek a csárcsa. Ma megvan Cabernet a fejlővése Matinho-ra, és közben pedig Cortez volt az, aki egy rossz sort tűzt. És ott lehet a győztes köre az Always Reload-nak, Sirius megszerzi a következő freget. 2-4-re meg tudják-e csinálni azt, amit az előbb az Always Reload megtudott? Ez a nagy kérdés. Na, This Funk kicsit be van szorulva, és itt most bajban lehet egyébként. Több oldalról tartják, és rá fogok most szerintem szaladni Cortez a Diffuserrel? Vagy esetleg Good Night először? Sirius még közelebb van hozzá. Zozo, hát nincs be van a szorul, de van. Ó, az jó lesz! Az jó lesz! Sirius meg is érezte. Blackbeard-el van, de hát a lábát nem bírja semmi. Ajajajajaj! Ez most nagy hiba volt Disc Funk-tól. Hát megpróbálta meglepni őket valószínűleg, de nem jött össze. Igen, számítottak erre Sirius-ek, hogy valószínűleg erre ki fog futni egy játékos, de csak injured Disc Funk fel lehet eszed, de hát Zozo nem abban a szituációban, hogy felszedje a társát. Én most a zoomolom szituációban van, amikor nem engedi el a poziát. Hát előtte magát... A szép! És kamerik ez a Cortezt! De Sirius... Hál' Istennek még mindig játszik Sirius. De azért megölt az utolsó ember, ugye egy ember injured volt, a másik pedig Covery, azért csak megtalálta rázzal. Szerintem ezt direkt csinálta Covery. Lehetséges. Egy kis Max BM. Max BM. 3-1 tehát a végeredmény ennek az alsóági mérkőzésnek. A plénosok búcsúznak, az Always Reload, oh, és micsoda pacsizás, az Always Reload-osok pedig bejutnak a következő fordulóba. A következő interjú alanyunk pedig B-turból lesz, úgyhogy ne menjetek messzire, ugyanis pillanatokon belül vele folytatjuk. Szóval B-turból fogjuk meginterjúvoltatni, le voltam útolva, és talán nem hallottatok, aki igen, az szerencsés, meg jó a füle. Vele folytatjuk mindjárt. Amúgy innen is jó lett volna a turbó.